Akkor ezt most játsszuk el, mintha ez egy ilyen élő stúdió felvétel lenne. Ró, gyere akkor, beléd szíves, most jöttök ti. Na, csá, mindenkinek. Szevasz, sziasztok, csá. De várjál, ez dolgoz neked egy szövegen? Semmibe, üljél le most a próbát még egyet. Ja, a próba, jó, oké, akkor csináltok, elmentem akkor. Jó. Ide hátra jövök. Jó. Ádám, meg vagy? Na, akkor figyelj. Jó, oké, menni fog. Mert! Vajon miről szól ez a dal? Vajon miről szól ez a szám? Vajon első lenne a top listám, ha egyszer megírnám? Vajon miről szól ez a dal? Vajon miről szól ez a szám? Ha első lenne a top listám, ha egyszer megírnám? Hey, miről is szólna ez a dal? Miről is szólna ez a szám? A négyesünk alkot, a gitárnál az Ádám, mi ketten a Royjal, egy mikrofonnal igyekszünk szöveget alkotni azonnal. Kétség nincsen, és nem is lehet, ha megírjuk, majd minden listát vezet. De kellemetlen helyzetben nem hozunk másokat, nem fejezzük be, csak vázlat marad. Szóval dőj hátra, Ricsi, már ne is törd a fejed. Nem kell a téma választás, inkább ehelyett készülj a következő számra fel. Mi meg lezárjuk a Royjal és a refrénnel. Vajon miről szól ez a dal? Vajon miről szól ez a szám? Vajon első lenne a top listán, ha egyszer megírnám? Vajon miről szól ez a dal? Vajon miről szól ez a szám? Vajon első lenne a top listán, ha egyszer megírnám? Itt föl kéne abbanni. Ennyi akkor? Ennyi. Ennyi.